6-7-es felkészülés után a hétvégén már bajnoki meccseket játszik a nyíregyházi kosárcsuli együttese. Az amatőr nemzeti bajnokságban legutóbb ezüstérmet szerző csapattól Lizák Kitti, Popenko Alexandra és Kis Gabriella távozott, új játékos nem érkezett, így a fiatalokra hárul majd a korábbinál nagyobb szerep. Annak ellenére, hogy gyengült a játékos keret, az NKS két győzelemmel szeretné kezdeni a szezont. A nemzetvédelem az előző évben se okozott gondot és problémát, természetesen nem tudjuk még a játékos állományokat, annyit tudunk be egy pillanat, ugye, amit a Debrecenben játszottunk, egy edzőmérkőzés, a hazai pályán játszottuk, az egy aránylag biztató volt az a mérkőzés. Természetesen ugye ők is még ehhez a játékos állományhoz tesznek majd hozzá, mert nem volt itt mindenki. Hát én nagyon remélem, hogy minden két mérkőzés sikerül megnyernünk, aztán meglátjuk utána a későbbiekben pedig, hogy hogyan tovább. Az NB1-es csapatok által évek óta csábított Papp Klaudia minden bizonnyal utolsó szezonját kezdi nyíregyházi színekben. Izgatott vagyok minden évben, nagyon várom a hétvégi első két bajnoki mérkőzésünket. Azt hiszem elég jól felkészültünk, mind technikailag, mind erőnlétileg, és hát nagyon remélem, hogy nyerni fogunk. A csapat legrutinosabb játékosa a Farkasinszki Orsolya, a pontszerzés és a lepattanózás mellett fiatalabb társaira is figyel majd a pályán. Megpróbálok én is a fiataloknak segíteni, hogyha pályán vannak, bíztatom őket, motiválni is próbálom, illetve bíztatom arra, hogy eldobják, elmerjék vállalni a dobást azáltal, hogy majd én megyek és összeszedem. Ez néha sikerül, néha nem, de én azt gondolom, hogy ez az év ez nagyon sokat fog nekik jelenteni és használni, és jövőre akár ők önmagukban is, és egy komoly szerepet fognak tudni majd vállalni. Az NKS célja a legjobb négy közé kerülés az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában. A Nemzetvédelmi Egyetem elleni mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Szent Imre Gimnázium csarnokában.